Prima Primissima díjat kapott Magyar Színház és Filmművészet kategóriában Tóth Ildikó. Őt köszöntjük most. Jaj, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, és most megmutatjuk önöknek, hogy mit mondott Tóth Ildikó a díjátadó előtti kisfilmben a színházi pályáról. Én kamaszként majdnem minden előadásról úgy jöttem ki, hogy teljesen fölzaklatódott az én életem, kifordult a sarkából, és azt éreztem, hogy nekem változtatnom kell az életemen. És ennek a változtatásnak, illetve arra, hogy az ember képes erre, hogy változtasson, hogy fölismerje a rosszat is és a jót is maga körül, a színház erre képes, hogy több igazság van és nem fekete-fehér a világ. Ez a fajta hit forrás, ez bennem akkor fogalmazódott meg. Megkérjük Tóth Ildikó Primissimát és a két primát, hogy fáradjanak a színpadra. A világ mozgása és figyelme nem igazán kedvez a színház csinálásnak, és talán ezért is gondolom, hogy ez egyfajta misszió, és egy olyan misszió, amiben az ember folyamatosan és megszakítás nélkül tanít és tanul. Olyan, igen, szóval egy olyan, most esett le nekem, hogy kik között kaptál te Prima Primissima díjat, és hát gondolom neked is megtisztelő, tehát önmagában véve maga a jelölés is. Hogyne. Nem, hogy az a másik két ember, ugye a Szarvas és az Aser is, hát... Természetesen szeptemberben, amikor fölhívtak, akkor volt egy pillanat, amikor azt gondoltam, hogy valaki tréfál a vonal másik végén, de aztán ez tényleg csak egy pillanat volt, és annyira tisztán, szépen és egyszerűen gratuláltak nekem, hogy már ez is akkora elismerés és megtiszteltetés, és ezt én is így gondolom, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon-nagyon. Ugye azt mondtad a bejátszóban és vagy egy kisfilmben, hogy gyerekkorodban a színház élmény, ez mindig egy meghatározó dolog volt, és hogy úgy érezted, hogy megváltoztatod vele az életedet, hogy megváltoztatnád, és aztán a szerepeidben is így van, a szerepeiddel is megváltoztatnád. Igen, nekem ez olyan, mint az Ariadné fonala a labirintusban, hogy ezt a fonalat én ezt nem tudom elengedni, tehát ebben... Akkor is, én ezt akkor kaptam meg, mondjuk csodálatos színházba jártam, mert én a 80-as évek elején Kaposvár közelében éltem, Marcaliban, és hát Kaposvár akkor ugye az akkori legendának a csúcs éveiben járt, tehát elképesztő előadásokat nézhettem meg. És most egy színpadon álltál az egyik rendezőjével. Igen, és az az igazság, hogy az az erő és az az energia, aminek egyrészt a jelen idejűsége nagyon-nagyon fontos, tehát hogy ott vagy, egy térben, egy időben, és az az energia és az a közlés, ami árad le a nézők felé, én valóban akkor azt éreztem, úgy mentem el gimisként minden előadásról, kész, tehát ez, ahogy én eddig éltem, az úgy nem jó, az úgy nincs rendben, ezen változtatni kell. Természetesen a hétköznapok bedarálták ezt az érzést, de biztos, hogy belerakódott az én életembe. És azóta is tudatosan és tudatalattimban is az az igazság, arra törekszem, hogy akik néznek minket, színházcsinálókat, azok ezt az élményt megkapják. És amikor találkozol a 18 éves Tóth Ildikóval, mint Karinti a fiatalemberrel, akkor mit tudsz neki mondani, vagy ő mit mond neked? Hát én ilyen szempontból folyamatos párbeszédben vagyok azzal a valakivel, aki úgy egyszer csak így hang megszólalt bennem, akinek nincs neme, nincsen kora. Hát folyamatos beszélgetésben vagyunk, és a beszélgetés... Vitában álltok? Vitatkozunk is olykor természetesen, de ez szerintem ez az önismeretnek a lépcsőfokai, amin az ember keresztül megy egy egész életen át. Jó esetben egy egész életen. És szerinted ő mit szól hozzá? Vagy megbeszéltétek? Hát nem tudom. Azért, mert tudod, egy színésznőnek azért akárhogy mindenféle díj nyilván egy elismerés, de azért akárhogy is van, az ember kívülről lehet, hogy te nem is így látod, de a te pályádat még így látja. Tehát, hogy errefele mutat. Az az igazság, hogy én ezt mondjuk másként élem meg, mert nekem én éltem olyan éveket, amit én úgy éreztem, hogy lejtmenet van, de nem is a pálya szempontjából, hanem az életút szempontjából, amiben nem csak a pálya, nem csak az ember hivatása tartozik bele. Ezek voltak keserűbb évek, de szerintem normális, hogy ez váltakozik az ember életében, és tényleg minden szerintelenség nélkül azt mondanám, hogy az, ami ott a gimiben, meg még korábban is bennem megszületett érzés, az az nem elismerésekhez és nem díjakhoz kötődik. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezek vannak, léteznek, mert kell, hogy az embert így néha megveregessék a vállát, meg megsimogassák, hogy amit csinálsz, az úgy elfogadható, vagy jó, vagy ez nagyon fontos, és nagyon nagy boldogság, amikor én egy ilyesminek részese lehetek, de a mindennapjaimat ez a gyerekkori, kamaszkori érzés tölti ki. Hadd mondjak valamit, hogy mi dolgoztunk együtt, forgattunk együtt nyáron, és az első találkozáson veled, a forgatáson nem találkoztunk, az az volt, hogy ment előttem egy Opel Astra, akit nem bírtam utolérni. Ment előttem, és nem tudtam olyan gyorsan menni, gondoltam, hát biztos nem a forgatásra megy. Nem szeretek késni. De csak azt láttam, hogy valaki nagyon tud, valaki nagyon céltudatos, jól előz, jól megy. De ezt mondtam is. Meglepődtél, hogy egy nő ül a volánál. Nem hiszem el, hogy ezt egy nő csinálja. Szóval ilyen vagy az életben is? Nem. Nem? Nem, vannak helyzetek, amikor ilyen vagyok, és valamikor pedig nagyon is tétova vagyok, kétségbeesett, tele kétellyel és bizonytalansággal. Bizonytalanul állsz azok, de nyilván nem, ez rossz, ez nem jó kérdés. Tehát, hogy mit játszol most, miben tudnak megnézni? Hát, ami most nekem Székesfehérvári Vörösmarty Színház tagja vagyok, ez most már az 5. évadom, és nagyon-nagyon fontos és szép előadásokban vagyok. Most ott bemutatód a Rómös Júlia? Igen, a Rómös Júlia, ősszel volt egy Joël Pomera, francia kortárs író, színházcsináló, dramaturg, színész, őneki az Én kis hűtő kamrám című darabja, ami nagyon-nagyon izgalmas dramaturgiával és történettel van, és játszunk egy Tasnádi darabot, a Kartonpapát, játszuk a Tennessee Williamsnek a Vágynevű villamosát, ami egy kicsit nálunk egy át lett helyezve a háború utáni időkből a 90-es évek Magyarországára, és ezt mondhatom, hogy bár nem mindig szeretem az ilyenfajta aktualizálást, de ez nagyon jó tett az előadásunknak, és ezek mind csodálatos dolgok. Melyik a kedvenced? Hát, amit aznap este játszom, mert az muszáj, az legyen a kedvencem. Igen, igen. De szeretem ezt, mindegyiket nagyon-nagyon szeretem, mindegyiket másért. Szabadúszó voltál egy ideig, most nem vagy, az előbb beszéltünk róla, hogy a Székesfehérvári Színháznak vagy a tagja. Melyik a jobb színészlét? Van-e jó? Mind a kettőben van jó is, és rossz is. A szabadúszás az kaotikus, hektikus, kiszámíthatatlan. Főleg, ha az ember olyan alkatú, mint én, hogy nem kaparja ki magának a gesztenyét, hanem várja, hogy a sült kalapaszájába repüljön. Szóval ott nincs annyi tudatosság és tervezettség. Egy társulati létben, ha a társulat jó, és azok az emberek, akik döntenek egy-egy évadról, ott pedig nagyon szépen tudatosan lehet építeni és vinni minden színésznek a pályáját. Ildikó, nagyon örültem, hogy találkoztunk, nagyon örültem, hogy gratulálhattam a díjhoz, és köszönöm szépen. Egy kalappal a pályádhoz még. Köszönöm szépen.